Milyen út vezetett el ahhoz, hogy Sopron a leghűségesebb városa, vagy ahogy a latin mondja, Civitas Fidelissima nevet megkapta, megkaphatta? Milyen történelmi előzmények vezettek ehhez a gyakorlatilag területi revízióhoz az első világháborút követő időszakokban? Na kérlek szépen, hát az előbbi előadásomban azért ott körvonalasszam szépen, hogy az első világháború végén és azt követően milyen folyamatok alakultak ki, milyen térségbeli érdekek fogalmazódtak meg, hogy most Ausztria vehet-e el területeket Nyugat-Magyarország dimenziójában Magyarországtól, melyik fél azt mondta, hogy igen, melyik fél mondta azt, hogy nem. Egyébként még a vörös terror időszakához, a tanácsköztársaság, a kommun időszakához visszatérve én érdemes arra is kitérni egy fél gondolat erejéig, hogy ugye Kun Béla, hát ő neki van egy olyan korabeli megnyilatkozása, hogy hát időzősen az rendben van, hogy ezek az imperialista disznó csehák és a románok itt területeket akarnak elrozni tőlünk, és ugye harcolunk velük, de az, hogy a szociáldemokrata kormányú, ugye a Renner kormányról van szó, osztrák politikai entitás is területi igények elé fel Magyarországgal szemben, hát ez hallatlan. Ezt még Kunt is meglep, tehát azért, mert szociáldemokrata kormányzat és ugye a vörös hát politikai berendezkedés között ideológiailag azért mondjuk úgy, hogy egy mederbe lehetett őket soron, és Kunnál úgymond ez borította ki a bilit, hogy hát ez azért már milyen dolog. Na jó, de tehát a vörös időszak, és akkor jönnek itt a fehérek, hogyha mondhatjuk így, a tiszi különítmények és a többi, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, itt a legtetején az egész piramisnak ott van Horthy, de hát azért ha lemegyünk, Prónai, Pál és hasonlóakat kell megnevezni, és a rongy Gyorsgárda és Lajtabánság. Na, kezdjük a történetet innen. Ugye ezt már előző előadásban is mondtam, hogy olyan 1919 nyarára egyértelmű vált, hogy itt a Burgenland, Muravidék, Ipolyság, az ugrik Magyarországtól el, de azért azt is láthatjuk, hogy a menet közben már 1920-ban vagyunk, ugye, a Horthy korszak hajnalán, és ugye az első évtizednek a legsikeresebb kormányzati időszak, ugye Bethlen kormány, ugye Bethlen nem akarta, és ugye a munkatársai nem akarták Sopron és környékét elveszíteni, ezért ugye tárgyalásokat kezdeményeztek többek között az osztrákokkal, és ugye menet közben különféle fehér katonai milíciák szerveződtek az ország több részén, nyilván ugye az egyik legismertebb a Szeged környékék, ugye Prónaiék is onnan jöttek. Na most hát ez azért egy fél gondot rég meg kell odáig állni, hogy most beszélünk vörös terror, fehér terror, egy is se jobb a másiknál. A Próna is egy mocskos, tömeggyilkos volt, és ha naplóját olvasok, azért ott szépen le vannak írva részletek, hogy hogy kellett ugye a vörösök gyilkolni, meg egy kicsit a kommunisták, és a vörös kommunisták ugye egyzászolá tartoznak, meg egy persze zsidókat is, hogy hogy kellett ott őket szépen megregulázni, és egyébként őnek is a naplója, az tártalaj biztosít a később, egyébként napjainkig is tartó, hát ilyen alternatív történelmi narrációnak, hogy egy ilyen zsidó szabadkőműves összeházasodás révén történt Magyarországnak a felbomlás útjára való helyezése. Majd erről külön fogok beszélni, naplóját is egyébként érdemes bemutatni és körüljárni, de térjünk vissza. A lényeg az az, hogy 1921, hát olyan nyara augusztusának végén, mert az osztrákok, ahogy a nagyhatalmi megállapodások voltak, megpróbáltak bemenni gyakorlatilag a nyugat-magyarországi területekre, és azokat ugye elfoglalni, de hát a prónai és az egyéb katonai szerveződése, ez egy borzasztóan vegyes, hát egy ilyen a magyar alternatív becselem brigantiknak lehet őket nevezni. Ugye a rongyos gárda elnevezés az később lett rájuk húzva önmaguknak az elnevezéseképpen, a korban még nem így nevezték magukat. Ez egy nagyon-nagyon vegyes militáris, paramilitáris alakulat volt, tehát itt ugye rendőrös szervektől kezdve, civilektől kezdve ilyen-olyan gyakorlatilag önkéntesek is voltak. Ez nagyon érdekes, erről nem nagyon tud nagyon csak a témát kutatók, hogy volt több, hát olyan 100 körüli bosnyák muszlim önkéntes is, akit fővárosi mufti vezetett. Ez egy érdekes történeti szál, és ők is amúgy ebben a katonai különítményben voltak benne, mint határvédelemre rendezkedő kontingens vagy egység.
Jó, és a rongyos gárda az alapvetően nem engedte ugye az osztrákokat, akik ugye csendőri alakulattal próbáltak ide nyugat-magyarországi területrészekre bemenni, hát ezeket visszaverték. És a visszaverés hatására Bethlen további egyeztetéseket kezdeményezett az osztrák féllel, de menet közben Prónai hát úgy gondolta, hogy hát itt kérem szépen itt a lehetőség, akkor ragadjuk meg. És ott ők tudtak egyébként egy ilyen osztrák fegyverraktárt is egy picit kirabolni, meg minden, némi muníciót is összeszedtek, és hát azt mondta, hogy hát itt rendben van, hogy itt a kormányzat mit akar, de hát itt vagyok én, itt vannak az embereim, megszervezzük a rendet, és akkor 1921. október elején, hát azt mondja, hogy én kikiáltom a lajtabánságot. Ez egy kérészállamú kis politikai entitás, kérészállam, tudod, van a kérész, ami kérész életű, ugye ezt azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon rövid. És a lajtabánság, ugye felső őrsön kiáltotta ki, az egy ilyen főváros lehet lajtabánságon belül, és a lajtabánság, mint kérészállam, alig tartott egy hónapig. Na most ugye ezt ideológilag megpróbáltam megszervezni Prónai, akkor hát már ugye ő ott az egésznek az ura, gyakorlatilag önmagát ugye bán ként nevezte meg. Hát az identitás konstruálásnak az elemei részét képezően például adott ki lajtabánsági kis bélyeget. Itt ugye próbálta úgy a nagy múltra visszatekintő magyar kötődés és örökséget érzékeltetni, hogy ugye, hogy különféle várakat, Fraknóvára, stb. Próbálta betenni, és ugye ez is volt egy ilyen ideológiai bázisa Prónainak, hogy hát itt kérem szépen itt ilyen ősi, nyugati, magyar határőrvidékről van szó, hát ez azért finoman szólva is túlzásokkal terhelt volt, meg hát ugye ezek területrészeken a várak, vagy hogyha megnézzük ugye Kismartont, ugye németül Eisenstadt, most már ugye az is Ausztriában van. Ugye ezeket például az eszterháziak építették, esetleg túlnyomó többségében a Fraknóvárát is, és hát ugye az eszterháziak azért nagyon sokat tettek egyébként a magyar kultúra fejlesztésért, de hát azért a nagy részük eléggé jó be volt agolva, ugye az osztrák vagy a bécsi udvarba is. Tehát az, hogy itt 1000 éves magyar történelmi örökség van, ugye ezeken a nyugati végeken, finoman szólva az egy kicsit költői túlzás, de valahogy az identitás fel kellett építeni, és akkor ugye újságot is adta, aki hasonlóakat, ugye mondja a Prónai, hogy itt a vörösöket megállítjuk, nem engedjük tovább terjedni a vörös diktatúrát és méteit, és kérem szépen itt mi most sikeresen próbáljuk megvédeni Magyarországnak a határait. És ebben gyakorlatilag van is igazság, mert ez a lajtabánság, ugye ez egy hónapot élt, mint olyan, de emel időszak az, amikor megszületik ugye a Velencei Egyezmény, ami azt jelenti, hogy Olaszország támogatásával gyakorlatilag révbe tudott élni az, hogy ne az egész nyugat-magyarországi terület, ami ki volt jelölve, az menjen Ausztriához, hanem legyen terület, ahol népszavazás Sopron és környéken például illet népszavazás, és az olasz támogatással Sopron és környékén illetett népszavazást tartani. Tehát volt egy külső nagyhatalmi támogatás. Sopronnál csak azért tudott létrejönni a népszavazás, az azért fontos megjegyezni, hogy egyrészt ugye volt ténylegesen sikeres katonai ellenállás, az a Prónaié, és másrészt volt egy olasz külső viszonylag nagyhatalmi támogatás, és ugye ez az egyik nagyon fontos a negyedik Károly visszatérési kísérlete, és ugye végső soron az is, hogy Sopronnál eldöntetett, hogy lehet népszavazást tartani, és akkor mi, ahogy Prónai nem akarta letenni a fegyvert, hát magához szívott a szépen már Horthy, hogy akkor most kussoljál, és akkor leteszed a fegyvert, hát nem finoman beszélt vele, mindegy, és hát kérem szépen Prónai akkor letette a fegyvert, az osztrákok megkapták a Burgenland területrészt, Sopronnál pedig ugye 1921. december közepén és a környező kis településeken, egy több mint fél tucatnyi kis településeken meg lehetett tartani a népszavazást. Sopron ugye a magyar terület mellett döntött, ugye Civitas Fidelissima így kapta meg a leghűségesebb városelnevezést, és hát nyilván ez velünk élő történelem, hiszen ugye Sopron ma is ugye a magyarságnak a részét képezi természetesen, és most egy picit megnézzük ugye ezeket az előzményeket, történelmi érdekességeket, majd még megyünk be ilyen belezzó egy-egy ilyen időszak, vagy egy-egy terület érdekességekkel övezett történeti múltjába. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, üdv!